Az egyik legfontosabb kincsünk a tiszta víz. Ez az elem minden élőlénynek nélkülözhetetlen, hiszen víz nélkül nincs élet. 1993 óta március 22-e a Víz Világnapja. Ilyenkor világszerte számos programot szerveznek elsősorban a gyerekeknek, hogy felhívják a figyelmet a tiszta víz fontosságára és arra, hogy ezt hogyan becsüljük meg. Az ENSZ 1993-ban, március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapjaként. Ezt nyilván azért tette, hogy ezen a napon és egyébként is a vízre, erre a természeti kincsre irányítsuk a figyelmet. És ugye ez a jeles nap, ez minden évben más-más nézőpontból közelíti meg a víz témáját. Ebben az évben arra igyekszünk a felnövekvő generáció figyelmét felhívni, hogy meg tudjuk tanítani velük, hogy miért is nevezzük kincsnek a tiszta vizet, hiszen hogyha ha nincs tiszta víz, nincs víz, és ha nincs víz, nincs élet. Éppen ezért ebben az évben a Vízvilágnap jelmondata a szennyvizek tiszta vizet. Fontos tudni, hogyan takarékoskodhatunk a vízzel, valamint az is, hogy hogyan tartsuk tisztán környezetünket. Ennek szemléltetésére a vízügyi igazgatóság különböző bemutatókat tartott. Megtanultam a madarak nevét, és voltunk egy múzeumban, és ott is nagyon sok érdekes dolgot láttunk, és egy csomó érdekes dolgot tanultunk. Azt tudom a Vízvilágnapjáról, hogy ott ünnepelik, hogy létezik a víz, és ünnepeljük, hogy is fogalmazzak. A vízzel kapcsolatos dolgokkal tudunk találkozni, és megtudni, hogy mi sok dolgot tudunk a vízzel kapcsolatos dolgokkal. Kétség kívül a kiállított munkagépek voltak a gyerekek kedvencei, melyekre a vállalkozó kedvűek akár fel is szállhattak.